Érkezett egy kérdés a Tudatos Fiatalok Közössége csoportba, ami így hangzik, napi filozófikus. Az individuum, vagy az emberi faj boldogulása a fontosabb? Én erre azt írtam a válasznak, hogy az emberi faj individuumból áll, tehát nem vagy, hanem is. Szóval nem vagy-vagy, hanem is-is. A kettő egyszerre igaz. És kérdező utána kifejtette a kérdést tovább bővebben, méghozzá úgy, hogy értelek, és teljesen igazad van, de mi van akkor, ha az individuum kárára lehet csak a fajt megmenteni? Véleményem szerint a modern nyugati embernek sok mindenről kell lemondania, annak érdekében, hogy az emberi faj még sokáig fennmaradhasson, de ez első körben a fizikai térben ez visszafejlődéssel jár. Meddig lehet ezzel elmenni? No, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. És gondoltam, hogy csinálok róla egy videót, mert amikor ezt a témát hallom, hogy az emberi faj megmentése, és hogy le kell mondanunk dolgunkról, és hogy ilyen túltermelés van, túlfogyasztás van, stb. Akkor óhatatlanul is azt hallom ki belőle, hogy ez egyfajta ilyen mechanikus világképből fakadó érzet vagy vélemény, a newtoni fizikán alapuló lineáris, logikus megközelítés. És ezekre a kérdésekre szerintem a logika nem tud választ adni, vagy csak korlátolt módon. Mert a logika az anyaghoz kötődik, az intuíció pedig a szellemhez, és mivel szellemi lények vagyunk egy fizikai tapasztalásban, egy fizikai világot tapasztalunk meg, mint szellemi lény, ezért a szellemnek van anyagformáló hatása, tehát a kiinduló pont a formátlan, és az formálódik, tehát a szellemi ölt teste. Ezért a megközelítést inkább úgy tenném, hogy arról beszélünk, hogy szeretnénk a környezetet jobban kímélni, kevésbé felgyorsult életet élni, hogy ne hajszoljuk a pénzt, a munkát, meg ilyenek, akkor itt a lemondással kapcsolatban mondjuk hozok egy példát. Tehát, hogyha vesszük azt, hogy az ember általában beszokott menni valamelyik szupermarketbe vagy drogériába, és szokott venni kozmetikumokat, vagy testápolási szereket, higiéniai dolgokat. Illetve teszem azt, az ember szeret tanulni, szeret új ismereteket megismerni, fejlődni valamilyen témában. Illetve még azt is felteszem, hogy mondjuk ez az adott ember ebben a példában szeret mondjuk kirándulni, kalandozni, utazni, stb. És ahogy az ember elkezd tudatosodni, nekem az a tapasztalatom a saját életemből, hogy egyre inkább elkezd az egyszerűségre törekedni. Mit értek ez alatt? Kicsit játszunk el ezzel a szóval. Egyszerű. Az egyszerű dolgok azok az egy felé haladnak, az egység felé haladnak. És amikor az ember elkezd egységesen vagy holisztikusan gondolkodni, akkor ami a leginkább megváltozik az, hogy amiket eddig külön-külön csinált, amire külön-külön folytott energiát, azokat elkezdi nézni, hogy hogyan alkotnak ezek egységet, milyen összefüggésben állnak ezek. Hogyha szeretnék tanulni valamit, akkor mi lenne, ha valami olyan dologról tanulnék, ami ténylegesen fontos, hasznos az életemben, ami változást tud hozni? Legyen ennek az embernek a példájában, akit most felhoztam, az, hogy hogyan tudnám mondjuk a kozmetikumokat, meg a testápolási szereket lecserélni organikusra, ami az ő szervezetének is jót tesz, vagy jobbat tesz, és a környezetet sem terheli annyira, mint a boltban megvehető műanyag flakonos dolgok. Mi van akkor, hogyha az ember fölmegy az internetre, YouTube-ra, blogokat olvas, videókat néz, és elkezdi megtanulni, miket érdemes tudni a gyógynövényekről, azokról a gyógynövényekről, amelyekből mondjuk készíthető kozmetikum, higiéniai dolgok, testápolási szerek. Tehát elkezdi azt, tehát a tanulási igényét, a fejlődési igényét, akár időlegesen abba elégíti ki, hogy elkezd utána járni annak, hogy milyen lehetőségei vannak, hogy akár ő maga elkészítse ezeket a testápolási szereket, mint hobbi. Nem azért feltétlen, hogy ebből meggazdagodjon, vagy hogy ebből webshopot csináljon, elsőkörben csak, hogy a saját életén javítson egy kicsit az életminőségén. És amikor ez mondjuk megtörténik, amikor elkezd ismereteket szerezni, akkor úgy van vele, hogy mivel szeret utazni, kirándulni, szeret a természetben lenni, mi lenne, ha ezt célzottan tenni, és olyan helyekre kirándulna, ahol ezek a gyógynövények elérhetőek, ahol ezek teremnek, mert most már tudja, hogy néz ki, hogy hívják, mit tud, hol terem, és el tud oda menni, illetve fel tudja venni az interneten keresztül olyan emberekkel a kapcsolatot, akik szintén ez iránt érdeklődnek, és lehet, hogy ők már tapasztaltabbak. Tehát, hogy mondjuk ezt teszi a kirándulás utazási céljának a keresztmetszetében.
leszedi ezeket a növényeket, és megint csak első körben nem annyit, hogy ebből ő ezt eladja, vagy ebből egy vállalkozást indítson, hanem csak, hogy magának tudjon ebből készíteni, amit ő szeretne. Aztán pedig a hobbi, tehát hogy nem mondjuk elmegy squasholni, vagy mit tudom, hogy videójátékot játszik, vagy valami, hanem erre az időszakra a hobbija az, hogy kísérletezik ezekkel a dolgokkal, mint kémiaórán, mint amikor legóztunk gyerekkorunkban, elkezd játszani ezekkel az új ismeretekkel, és mondjuk létrehozni magának akár tusfürdőt, fogkrémet, dezodort, testápolót, amire épp igénye van, gyulladás csökkentő krémet körömvirágból. és innentől kezdve már egy sokkal organikusabb, fenntarthatóbb, emberközpontúbb, természetazonosabb életet él ezzel az egy gesztussal, és ez jelentheti azt bizonyos szempontból, vagy bizonyos módon nézve, hogy ő lemondott valamiről, lemondott a műanyag flakonos kozmetikumoknak a kényelméről, amit csak úgy meg lehet venni a drogériában. Igen ám, csak amikor ezt az ember, szerintem azt felejtjük el gyakran, hogy amikor átélem azt, hogy én mentem ki a természetbe, én töltöttem egy csodálatos hétvégi napot a barátaimmal a természetben, én tanultam valami új dolgot, nekem jött az a katartikus élmény, hogy basszus, de gyerekkoromban nagymamám pont beszélt erről, csak mert tök elfelejtettem, és hogy így beugrik, és az az élmény, úristen, de király. És amikor ezeket az ember átéli, az olyan lelki feltöltődést ad, hogyha utána megkérdeznénk, hogy nagyon nagy lemondás volt ez a műanyag flakonos tusfürdő elengedése, akkor lehet, hogy kinevetne. És azt mondaná, hogy nem ez a lemondás. A lemondás az volt annak a kénye, annak az illúzió, amit eddig használtam, és amire azt hittem, hogy erre van szükségem és igényem, ahelyett, hogy ténylegesen kapcsolódnék a valódi önmagammal, azzal a szellemi lényel, aki vagyok, azzal a teremtő forrással, aki intuitívan folyamatosan küldözgeti az impulzusokat, jeleket, hogy merre volna nekem érdemes mennem azért, hogy jól érezzem magam, hogy ténylegesen azzal az autentikus szelffel kapcsolódjak, aki vagyok. És amikor az ember ezt tényleg megtapasztalja és átéli, akkor nincs szó lemondásról. Ezt nem így hívják. Úgyhogy szerintem nem arról van, tehát hogy szerintem nem onnan érdemes megközelíteni, hogy miről mondok le, mert annak egy ilyen nehéz ellenállást szülő érzete van, hanem hogy milyen új dolgokat hozok be az életembe, hogyan tudom praktikusabban, élményszerűbben rendszerezni az életemet. Nekem például, amit itt láttok mellettem, például a festmények, ezeket én festettem, és például régebben vettem dekorációt így boltban, hogy éppen valami megtetszett, hogy dekorálni akartam mondjuk a lakhelyemet, és utána rájöttem, hogy igazából teljesen feleslegesnek tartom, hogy én magam vegyek valamilyen dekorációt, mert igazából a barát, ezt pedig szülőnapomra kaptam egy barátomtól, a virágot is kaptam, és rájöttem arra, hogy amiket kapok barátoktól, aminek tényleg van valami tartalma, valami szellemisége, mert azt ő csinálta nekem úgy, hogy ezt nekem csinálta, benne van az ő energiája, figyelme, ideje, illetve ha ezt én csinálom magamnak, akkor ugyanez, és ezeknek van igazából leginkább értelme, és nem érzem, hogy akkor egy lemondás lenne, hogy egy IKEA-s posztert nem vettem meg és tettem ki a falra, hanem sokkal nagyobb lemondás lenne az, ha nem én magam tölteném el az időt azzal, hogy megfestegessem azt a kis képet, mert az jelent valamit. Tehát, hogy annak jelentése van, és ami nagyon fontos szerintem, és nagyon óriási egy felfedezést tud lenni az ember életében, hogy you can't buy meaning. Tehát nem tudsz jelentést venni. Azt csak te tudod belerakni a valóságba, te tudod belerakni az életedbe a jelentőséget, azáltal, hogy miben dedikálod a figyelmed, miben investálod az időd, energiádat. És én azt mondom mindenkinek, hogy elsősorban önmagadba. Mert az, hogy te boldog legyél és jól érezd magad, az senki másnak nem érdeke annyira, mint neked. Viszont amikor ezt megteszed, akkor annyira fel tudsz töltődni és túl tudsz csordulni, hogy adni vágysz. Tehát, hogy amikor a te korsód tele van, akkor semmi más nem maradt, mint hogy töltsek a többieknek is. De az is nagyon fontos, hogy üres korsóból meg nem lehet tölteni, szóval először magunkat kell feltöltenünk minden esetben, és ez pedig leginkább a belső teremtő forrással való kapcsolódást tudja megadni mindenkinek azon a activity-n, vagy azon a módon, ami neki ezt megadja. Nekem általában a sport adja ezt meg, a meditáció, természetben levés, a zene, az inspiráló beszélgetések, a történetmesélés, az ilyen videók készítése. Ezért én ezekkel töltöm az időm, mert tudom, hogy ez engem ezt tölt fel. És amikor annyira feltöltött, hogy úgy érzem, hogy ezt már nem bírom magamba tartani, akkor születnek ilyen videók, és ezen keresztül tudok adni azoknak, akiknek ez éppen valamit most ad, ez a
az információ, ez a videó, amit készítettem. Szóval én így látom ezt a dolgot, és ezért szorgalmazom azt, és ezért van a Tudatos Fiatalok Közössége Facebook csoport is, például az a kérdés elhangzott, hogy én szeretném emlékeztetni az embereket arra, hogy szükségtelen lemondani bármiről. Inkább az a fontos, hogy észrevedd, hogy amire igazán vágysz, az önmagaddal való kapcsolat, hogy kapcsolódás. Amikor kapcsolódva vagy, akkor nincs lemondás érzet, akkor csak flow-ban levés érzet van, akkor csak szinkronicitás van, akkor csak egységtudat van, holisztikus élmény van, erős intuíciók vannak, jelek vannak, vezetnek oda, ahol jól érzem magam, egy varázslatnak érződik az egész élet, és ezt a varázslatot kívánom minden nyolcoknak. Sziasztok!